beruházások összesen 138 millió forintból megépült az új piac, és felújították a helyi egészségházat Mérken. Útfejlesztések pár éven belül meghosszabbíthatják az M49-es gyorsforgalmit és az M3-as autópályát. Elkészült a helyi piac és megújult az egészségház Mérken. A két beruházásra összesen 138 millió forint támogatást nyert a település. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A rendezvényen Cseresnyi és Péter államtitkár kiemelte, szinte minden település fejlődött az elmúlt 9 évben, számtalan beruházás megvalósult az ország egész területén. Mérkre az elmúlt években 8 pályázatnak köszönhetően 1 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett. A település új közösségi tere lehet a jövőben a hétfőn átadott helyi piac Mérken. A terület és település fejlesztési operatív program pályázatán 78 millió forintot nyert az önkormányzat. Ebből a forrásból alakították ki a piacot. Mérk az elmúlt években sokat fejlődött, közölte a polgármester. Amíg 2010-ben 500 millió forint volt a település vagyona, addig ez az összeg idén már másfél milliárd forintra nőtt. Müller Istvánné hozzátette, az elmúlt években új gátat és sportöltözőt is építettek, valamint felújították többek között a helyi óvoda konyháját is. Utcákat, árkokat raktunk rendbe, most egy belvíz projekt zajlik, és volt egy nagyon rossz állapotban lévő szilárd hulladék lerakunk, ennek pedig már mind a két körös beruházása megvalósult, szintén itt olyan 200 milliós forint körüli értékben. Hétfő délután átadták a felújított egészségházat is, ami az orvosi rendelőnek és a védőnői szolgálatnak biztosít helyet. A település házi orvosa a térségben a leghosszabb ideig szolgált Mérken, 56 éven keresztül dr. Bódis Gyula látta el a betegeket idei nyugdíjazásáig. A mérkiek nagyon örülnek ennek a lehetőségnek, mert hogy évtizedekig vártak rá. Egy korszerű orvosi rendelőt és védőnői szolgálatot kapott a település. Ez 60 millió forintba került a területfejlesztési operatív program jóvoltából. Mérk harmadik top beruházása a belvízzel vezető rendszer kiépítése. Erre 150 millió forintos forrás nyertek. Az átadó ünnepségen Cseresnyi és Péter államtitkár kiemelte, a kormány számára fontos a vidék. Céljuk, hogy az életszínvonal minden településen egyforma legyen az ország minden pontján. Az elmúlt 9 évben köszönhetően a vidékre való odafigyelésnek és a vidékkel való együttműködésnek szinte minden település, legkisebb település is el tudja mondani, hogy vagy komoly fejlesztéseket, vagy valamiféle fejlesztést tudtak végrehajtani. Természetesen az ott élő emberek érdekében, az ott élő emberek kényelme biztosítása érdekében. Talán itt érdemes megemlíteni, hogy én az ország másik végében vagyok országgyűlési képviselő, ahol van olyan település, az én választókörzetemben, ahol 27-en élnek. Meg el lehet gondolni, hogy az ő költségvetésük, ennek a kis településnek a költségvetése mekkora, ennek ellenére ez a település is sok fejlesztést vitt véghez. Mérk lélekszáma 2002 és 2300 között mozog. A polgármester elmondta, sok fiatal igényelte az elmúlt hónapokban a falusi csokot, illetve az önkormányzat is támogatja a fiatalokat az első lakás vásárlásnál. A jövő év végére meglehetnek az M49-es Vásárosnamény és Ökörító-Fülpös közti új szakaszára vonatkozó tervek, a 2020-as évek közepére pedig szeretnék, ha már Szatmár-Németi ígérne a gyorsforgalmi út. Erről is beszélt a külgazdasági és külügyminiszter helyettes Fehér Gyarmaton. Magyar Levente kitért arra is, hogy az ukránokkal is tárgyalnak Beregszász bekapcsolásáról az M3-as autópálya hálózatába. Hétfőn Fehérgyarmaton folytatódott a kormánypárt országjárása, amelyen Magyar Levente beszélt a jelenlévőknek az eddig elért sikerekről. Ezek közül az államadósság csökkentését és a térségben elért 12%-os reálbérnövekedést emelte ki, amely a politikus szerint azt mutatja, hogy bár még nem lehetünk elégedettek, az irány már jó. Az útfejlesztése kapcsán arról beszélt, hogy meghosszabbítanák az M49-es gyorsforgalmi utat. A Vásárosnamény és Ökörító-Fülpös közti új szakaszt már 2021-ben elkezdhetik építeni, pár évvel később pedig már Romániáig érhetne.
Ezt a térséget be fogjuk kötni az országos autópálya hálózatba, összekötjük Romániával, Szatmár-Németivel, ami egy jelentős regionális központ, és hasonló tervünk vannak Ukrajna irányába is, ott két autópálya csatlakozáson keresztül is szeretnénk majd elérni Ukrajnát. Az első tárgyalások az új ukrán kormánnyal e vonatkozásban biztatóan alakulnak, és fogadókészség van arra, hogy az M3-as autópálya Beregsurányig való kivezetését a tulajdonon fogadják, aztán pedig majd jön az Áhonyi átkötés egy új Tiszahiddal, az még talán inkább a jövő zenéje. De ezek kézzelfogható távolságon belüli dolgok, és az egész térséget át fogják pozícionálni. Ahogyan láttuk máshol is, hogyha egy autópálya megépül, az egész járásokat, egy egész megyéket tud felvirágoztatni és bekapcsolni az országos vérkeringésbe. Lássuk például Nyíregyháza példáját. A miniszter helyettes a tervek között említette azt is, hogy demográfiai fordulatot szeretnének, ehhez pedig kibővítenék a családvédelmi akciótervet. Törvénysértések sorozatát követte el az ellenzék a hétvégén, amikor engedély nélkül plakátolt Nyíregyházán hangzott el a Fidesz-KDNP városi szervezetének hétfői sajtótájékoztatóján. Ezt azért tartják aggályosnak, mert ők mindenki helyezett plakátért fizettek. Mint Szilvási István elmondta, a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül egyetlen választási plakátot sem lehetett volna kirakni. Nem gondolom azt, hogy megfelelő mód az egy kampány során, hogy délelőtt butha idézeteket posztolunk, papolunk arról, hogy mennyire fontos a rend és a biztonság, majd mi magunk követnénk el tudatosan törvénysértést egy kampány során. Ezt nem tartom korrektnek, ezért arra kérjük az ellenzék és minden egyes jelölő szervezet, illetve önállóan induló személynek, aki a választásokon képviselői mandátumot vagy polgármesteri mandátumot próbál szerezni, hogy tartózkodjon a továbbiakban mindenféle törvénysértéstől a kampány során. Az elmúlt években az egészségügyi ágazatból vonták el a legnagyobb összegeket, és a gyógyítás lehetőségei is szűkültek, közölte dr. Újhelyi János, a szövetségben Nyíregyházáért önkormányzati képviselőjelöltje. A szövetség céljai között szerepel, hogy nagyobb összeget fordítsanak az egészségügyre, az eszközfejlesztésre, illetve a prevenciót helyeznék előtérbe egy előzetes állapotfelmérés alapján, hangzott el a sajtótájékoztatón. Mindenekelőtt az a legfontosabb, hogy egy alapvető szemléletváltozás következzen be az önkormányzatnak az egészségügyhöz, az egészséghez, az alapellátáshoz való hozzáállásában. Erre neki minden lehetősége megvan, és a mi szövetségünk ezt a célt tűzte ki. Elsősorban a megelőzésre törekszünk, mégpedig úgy, hogy egy alapvető állapotfelmérés után, ami egy hiteles állapotfelmérés lenne, ahhoz rendeljük majd a szükségleteket pénzben, emberben, műszerben, és ezeket következetesen véghez visszük. De szükség lesz majd olyan műszerek beszerzésére is, amelyek csak az egészség, a város egészségét szolgálják, és olyan drága műszerekre, amelyhez most a várólisták nagyon nagyok. Biológiai, néprajzi, művelődés, illetve helytörténeti, valamint irodalmi témákról tanácskoztak a második Szatmár-Bereg Akadémia résztvevői kedden Nagyarban. A rendezvény célja, hogy a földrajzi és gazdasági szempontból is peremhelyzetben lévő térséggel kapcsolatos kérdéseket bemutassák és megvitassák a résztvevők. Teltház előtt kezdődött meg a Szatmár-Bereg Akadémia soron következő konferenciája. A programsorozat első állomását tavasszal rendezték meg a Nyíregyházi Egyetemen, melynek témája a szatmári és beregi térség földrajzi, történelmi és helynévi kutatásai voltak. Az akadémia kiemelt feladata, hogy a térség értékeinek megőrzését és továbbadását is támogassa, hangzott el a rendezvény megnyitóján. Most a második rendezvény itt a Lubi kastélyban hasonló előadásokkal fog folytatódni. Itt biológiai madártani, néprajzi irodalmi és a Lubi kastéllyal kapcsolatos helytörténeti kutatásokról fognak a kollégák beszámolni, és ezt követi majd egy eszmecsere, ahol természetesen ezeket az értékeket, az ezzel kapcsolatos gondolatokat fogják az itteni vendégek megosztani egymással.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több olyan térség is van, amelyet kiemelten kellene kezelni, azonban a Szatmár-Bereg szinte a megye védjegyének számít. Ezt már Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke mondta el a rendezvényen. Hozzátette, az akadémia feladata, hogy a többi térségre is felhívja a figyelmet. Pontosan arra szerettük volna felhívni a figyelmet, és úgy szerettük volna megközelíteni most magát a szatmár-beregi térséget is, amelyet talán kevesebbszer látunk így, tehát egy picit mélyebbre ásni, valóban megnézni azokat a tudományos háttereket, a különböző területeknek a tudományos igényű munkáit, hogy egy picit mélyebben, picit talán komolyabban próbáljunk rátekinteni arra a térségre, amelyen élünk, és természetesen megbecsülve a gasztronómia és kulturális hagyományokat, azért mégis egy picit valóban a tudomány oldaláról egy picit jobban megvilágítani, hogy és ezáltal is egy kicsit közelebb hozni az itt élőkhöz és az érdeklődőkhöz is magát a szatmár-beregi térséget, és ezáltal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Baracsi Endre hozzátette, a lehető leghamarabb meg szeretnék rendezni a Szatmár-Bereg Akadémia következő konferenciáját is, amire várhatóan jövő év tavaszán kerülhet majd sor, szintén egy szatmári vagy beregi kisebb településen. 12 városrészen és 6 további ponton gyűjthetik a pecséteket a nyíregyháziak idén a Bringaváros 7.1-en. Az új városrészek bekapcsolását az indokolta, hogy tavaly óta több mint 10 kilométerrel bővült a város kerékpárút hálózata. A szeptember 28-ai programokat Kovalszky meg a Vega élő koncert zárja majd. Tavaly több mint 4000-en kerekezték körbe Nyíregyházát a Bringaváros 7.1 rendezvényén, a kísérő programokon pedig közel 4000-en vettek részt. A sport és a közösségi programok népszerűségét tapasztalva a szervezők úgy döntöttek, idén is megrendezik az ingyenes eseményt. Tavalyhoz képest ráadásul több mint 10 kilométerrel bővült a megyeszékhely kerékpárút hálózata. Fontos az, hogy a közlekedési kultúránkat, a biztonságos közlekedést erősítsük. Fontos az, hogy az egészséges, sportos életmódra hívjuk fel a figyelmet. Az is, hogy megmutassuk a kerékpárhálózatot, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri, főleg az elmúlt egy-két évben épített új kerékpár utakat. És hát az is fontos, hogy ezek 11 város részben közösségi programok is, és hát nagy közösségi program az itt a Kossuth téren lesz. Idén is lesz verseny a városrészek között egy görgős kerékpár segítségével, amelybe a városrész lakói tekerhetik a kilométereket. Tavaly a legsportosabbnak Józsaváros bizonyult több mint 130 kilométerrel. Idén azonban 4 új kihívója is lesz, hiszen új városrészek kapcsolódtak be a rendezvénybe a kerékpárutak kiépítésének köszönhetően. A múlt évéhez képest annyi változott, hogy 7 külső helyszín volt és a Kossuth tér. Idén 11 külső helyszín lesz és a Kossuth tér. Ugyanúgy 14 órakor fog lezáródni mind a görgős kerékpároknak a tekerési lehetősége, és fognak a városrészek csatlakozni a Kossuth téren egy egységként. Lesz még annyi változás az idén, hogy kerékpárszékségverseny lesz 9 óra és 10 óra között. Ilyen menetlevélen kell majd gyűjteniük napközben a pecséteket a bringásoknak, hogy délután azokat értékes ajándékokra válthassák. Már 4 pecsétért is ajándék jár, akik azonban mind a 18-at összegyűjtik, egy sorsoláson vesznek részt, amelynek nyereménye egy vadonatúj kerékpár. Idén 100 városrészenként eltérő színű póló várja az indulókat. Szeptember 28-án az egész napos programokat este 7 órától Kovalszky meg a Vega élő koncert zárja. 2 nap alatt közel 60 csapat mutatja meg főző tudását a 7. Tirpák Fesztiválon. Több mint 20 000 adag étel, köztük vadpörkölt, káposztás, strapacska és csőröge várja majd a Kossuth térre érkezőket szeptember utolsó előtti hétvégéjén. A rendezvényen a város süteményét, a sütőtökös málét is megkóstolhatják a nyíregyháziak. Frissen sül a hagyományos tirpák lapcsánk a Nyíregyházán a Kossuth téren. Többek között ezt az ételt is megkóstolhatják az érdeklődők szeptember 21-én és 22-én a 7. Tirpák Fesztiválon. A látogatók mindkét nap több tucat étel közül választhatnak, a főző csapatok több mint 20 000 adag étellel készülnek. Ezekből a 4 helyszínen megvásárolható, kóstolójegyekkel lehet majd fogyasztani.
A leghagyományosabb mindenféleképpen a káposztás passzói leves, azt meg kell kóstolni, és lesz, nem egy csapat, több csapat fogja készíteni. Fontos kiemelni még a lapcsánkát, fontos kiemelni a passzói levest haluskával, gerslivel, fontos kiemelni a kemencében készült káposztás ételeket, ugye jellemzően bográcsos étel volt a káposztás csirke, ennek elkészül egy káposztás csülök változata is, amit kemencében fognak kínálni, és természetesen a sütikről sem szabad elfeledkezni. 4000 szeletet készítenek a Sipkai Soka város süteményéből, ami idén az egészség jegyében a glutén és laktózmentes sütőtökös málé lesz. Ezt 20 kg lisztből, 240 kg sütőtökből és 16 kg tökmagból készítik el a szakképzési centrum diákjai. Itt lesz most 8 városnak a küldöttsége mind a két napon, és azt 4 vagy 5 városnak a küldöttsége főzni is fog. Azokat az ízeket, amiket hoznak el a Kárpátaljáról, vagy a Felvidékről, vagy éppen a Parciumból, Erdélyből, ezeket nagyon szeretik, mert ezek ténylegesen másabbak, mint a mi gasztronómiánk, de hát ugye a hazai káposztás ételeket is szeretik, a húsételeket szintén, úgyhogy az emberek, hogyha jó, szeretnek enni, azt gondolom. A közel 60 főzőcsapat mellett Ihos József humorista és Bajtó László gasztroműsorvezető főzősója, TNT koncert, vasárnap pedig a Fási Mulató sztárjainak műsora várja a Kossuth térre látogatókat. Csütörtöktől vasárnapig a Nyíregyházi Continental Arena ad otthont az Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga egyik nyitó tornájának. Az U20-as korosztályban 9 csapat lép pályára az A csoport meccsein. A házigazda Nyíregyháza Blue Sharks, az NBA Academy India, a szlovákiai SBK Junior Levice, a svéd Skurubeskit és a Szolnoki Sportcentrum együttesével méri össze tudását. A nyíregyházi U20-as kosarasok az elmúlt szezonban nagyszerűen szerepeltek az EBL sorozatban, ugyanis bejutottak a szuperdöntőbe, ahová azonban a felnőtt csapat rájátszásbeli meccsé miatt nem tudtak elutazni. A kék cápák eddig minden tornán idegenben léptek pályára, a hét második felében azonban hazai környezetben szerepelnek Mokánszkijék. A Continental Arénában rendezik ugyanis az A csoport nyitó tornáját, amelyen a hazaiak mellett indiai, román, szlovák, svéd, cseh, olasz és francia csapatokat láthatnak az érdeklődők. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó kosárlabdát láthatnak, akik eljönnek hozzánk, és legfőképp nem ugyanolyan kosárlabdát, mint amihez hozzászoktak. Ez egy teljesen más torna, mint ami Nyíregyházán eddig megfordult, hiszen külföldi csapatok jönnek általában, a Szolnokot kivéve ők ugye a magyar bajnokságban is szerepelnek, de a lényege az, hogy teljesen más stílusú csapatokat fognak látni, és nagyon jó az, hogy a mi fiataljaink találkozhatnak olyan kosárlabda kultúrákkal, amik igazából távol vannak tőlünk. Azt hiszem, hogy mindenféleképpen fontos az, hogy a nyíregyházi fiatalok, vagy a Nyíregyházán kosárlabdázó fiatalok is megismerkedjenek a nemzetközi szinten, a nemzetközi színvonallal, tudnak egy kicsit tapasztalatot szerezni, és esetlegesen azt is látják, hogy mi az, amit még pótolniuk kell. A vendégcsapatok közül elsőként kedden az NBA Academy India érkezett meg Nyíregyházára. A szervezők igyekeznek a résztvevő csapatok minden kívánságát teljesíteni. A helyi szálláshelyek, éttermek, illetve buszos cégek nagyon partnerek voltak mindenben. Mai napon is érkezett egy módosítás, még egy telefonhívás, és rögtön módosult minden. Bármit meg tudtunk oldani, hál' Istennek tényleg partner volt benne mindenki, hogy ezt a 135 főt rugalmasan el tudjuk helyezni. A torna csütörtökön délután 3:30-kor a Nyíregyháza Blue Sharks NBA Academy India mérkőzésen rajtol, és a vasárnap 13:30-kor kezdődő Nyíregyháza Blue Sharks Szolnoki Sportcentrum találkozóval zárul. Közben folyamatosan követik egymást a meccsek. A hazaiak pénteken 15 órától, a szlovákiai SBK Junior Levice, pénteken 17:30-tól pedig a svéd Skurubeskit ellen lépnek pályára. A Continental Arénában ingyen nézhetik meg a torna mérkőzéseit az érdeklődők. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 138 millió forintból új piacot építettek Mérken, illetve felújították az egészségházat, ahol orvosi rendelő és a védőnői szolgálat is működik. A rendezvényen Cseresnyi és Péter államtitkár kiemelte, szinte minden település fejlődött az elmúlt 9 évben, számtalan beruházás megvalósult az ország egész területén.
A jövő év végére meglehetnek az M49-es Vásárosnamény és Ökörító-Fülpös közti új szakaszára vonatkozó tervek, a 2020-as évek közepére pedig szeretnék, ha már Szatmár-Németi ígérne a gyorsforgalmi út. Erről is beszélt a külgazdasági és külügyminiszter helyettes Fehér Gyarmaton. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, szeptember 17-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Kedd este felszakadozik, csökken a felhőzet, majd időnkénti felhősödés várható, egy-egy zápor előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 fok körül alakul. Szerdán gomoly felhős, napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 fok körül alakul. A következő napokban döntően anticiklon határozza meg a Kárpát-medence időjárását. Sok napsütésben lesz részünk, emellett gomoly felhők képződnek. Csütörtökön és pénteken az északkeleti tájakon helyenként előfordulhat záporeső. A hétvégén, illetve a jövő hét elején nem valószínű csapadék. A hideg, néhol csípős éjszakákat, mérsékelten meleg napok követik, a maximum hőmérséklet elmarad a sok évi átlagtól, majd vasárnaptól lassanként melegszik a levegő.